Egyedi lesz a marosvásárhelyi olimpiai méretű úszómedence. Az épület mennyezete 40 méter széles lesz, és ragasztott fából készül majd, ami egyedi megoldásnak számít Romániában. A nagy lélegzetű munkának a napokban fogtak neki. A tervek szerint jövő nyár végéig kell befejezni. Már teljesen betömték és elegyengedték a marosvásárhelyi egykori május 1 strand medencéjének a helyét, a munkagépek pedig már az új olimpiai medencének az épületét alapozzák. A Fejlesztési Minisztérium által finanszírozott úszodának a terve már 9 éve elkészült, de mindeddig nem volt pénz a kivitelezésre. A terület a Maros Sportklubhoz tartozik, ők bontatták szét az egykori strand maradványait és szabadították fel a területet 2 évvel ezelőtt, a munkagépek viszont csupán a múlt héten jelentek meg, hogy elkezdjék az új sportét. Megépítését. Vasile Daniel Szurcsú miniszterelnök helyettes és fejlesztési miniszter a helyszínen elmondta, a minisztérium biztosítja a kivitelezéshez szükséges pénzösszeget, és bízik benne, hogy a vállalat 14 hónap alatt megépül a létesítmény. Ragaszkodom ahhoz, hogy a szerződéseket pontosan betartsák, mert akkor senki nem panaszkodhat azért, hogy a minisztérium vagy az országos beruházási társaság nem törleszti számláit. Mi nagyon rövid idő alatt teljesítjük vállalásainkat, és ugyanezt várjuk el a kivitelezőktől. Tehát itt Marosvásárhely lakói végre használatba vehetik az úszodát, amelynek a terve 2010-ben kezdődött el. A létesítményben egy 12x25 méteres bemelegítő és egy 25x50 méteres olimpiai méretű medence lesz, az utóbbiban 10 sávon lehet majd úszni, elektromos érintős időmérő berendezéssel is felszerelik, és országos, illetve nemzetközi úszó és vízipóló versenyek szervezésére is alkalmas lesz. A tervek szerint külön öltözők lesznek minden medencéhez, az épület magasságát és szélességét pedig a 800 férőhelyes lelátó adja meg, mondja Gogolák Zsolt, a projektnek a tervfelelőse, aki szerint az olimpiai méretű úszoda tervezésekor Romániában eddig egyedinek számító módszert választottak. Érdekes benne, hogy egy ragasztott fa szerkezet a fő tartója az egész háznak, ami 40 méter széles, letámasztás nélkül. Erre külön összeválogatott Svédországba hozott fenyőt fogunk hozni, és egy külön technológiával ragasztjuk össze, és ez lesz a fő látványossága, mert ez a szerkezeti elem ez fog látszani a végén is, és ez adja meg a szépségét. Ez azért lényeges, mert a fa sokkal fenntarthatóbb, mint a fém vagy a beton. A fától ugyanis el van rugaszkodva a modern technológia, viszont tradicionális anyaggal és korszerű technológiával lehet nagyon szépet alkotni, tette hozzá.